Országunk és nemzetünk jövője is a tét most vasárnap. Két kulcskérdésben dönthetnek a magyarok ezzel kapcsolatban június 9-én. A legfontosabb, hogy befejeződjön az orosz-ukrán háború és béke legyen Európában, fogalmazott Farkas Éva Erzsébet magazinunkban. Aki a háború politikáját választja, az elsősorban a veszteségekre fog szavazni. A veszteségek pedig egy háborúban emberéletet, emberáldozatot követelnek meg, másrészt pedig teljes mértékben megtorpantják egy-egy településnek, egy-egy országnak a fejlődési lehetőségét. Mi a béke pártján állunk, és mi a béke mellett tesszük le a voksunkat. A másik nagy kockázat, hogy lesznek-e hazánkban illegális bevándorlók. Visszagondolva a 2015-ös állapotokra, a polgármester elmondta, hogy akkor a másfél év alatt másfél millió ideérkező migráns milyen társadalmi és gazdasági nehézségeket okozott az országnak, nem beszélve a félelemről és a bizonytalanságról. Ha csak arra gondolok, hogy akkor a lányom például Szegeden tanult, és autóbusszal közlekedett Makó-Szeged között, és hogy az autóbusz pálya udvaron illegális bevándorlók hogyan ráncigálták meg, és hogy az a félelem anyaként, ami bennem volt, hogy hogyan tudok neki segíteni, és rohantunk be a férjemmel, és azt a közeget ott az autóbusz pálya udvaron, amikor tapasztaltunk, hogy több száz illegális bevándorló milyen káoszt okozott, ezt mi nem szeretnénk átélni. Magazinunkban az is elhangzott, hogy önkormányzati szinten arra adhatjuk a voksunkat, hogy helyben milyen jövő vár az itt élőkre is, megtorpan-e, vagy tovább szárnyal Makó. A legfontosabb tétje a választásoknak az, hogy Makó városa az az erős és büszke fejlődési időszak, amit az elmúlt 10 évben megtapasztalhattunk, és a büszkeséget a legnagyobb alázattal kijelentve, de mégiscsak büszkének kell lennünk mindannyiunknak arra, amit közösen együtt értünk el, hogy ezt a fejlődést tovább tudjuk-e folytatni. Gyarapodik-e tovább a város? Gyarapodunk, vagy marakodunk, vitatkozunk, gyűlölködünk? A polgármester végezetül mindenkit arra biztatott, hogy maga döntsön saját és családja jövőjéről most vasárnap.